Ezt a regényt nagyjából 20-17 évvel ezelőtt kezdtem el írni, és ebben próbálom megcsinálni a családunk kitelepítésének a történetét, és az apám börtönbe zárásának a történetét, ami 1958-ban és 59-ben kezdődött el. Vizsgi András Kitelepítés című regénye az irodalmi élet szenzációja volt. A Fogság regénye, amely mégis a szabadságról szól. Ahogy az emlékek töredékesen maradnak meg egy gyermekben, úgy épül fel a regény is apró részletekből. Szerkezete a Bibliára épül, az egyetlen könyvre, amelyet a lágerben a családtagjai olvastak és felolvastak. A család túlélte ezt, de ezt nem lehet megúszni. Azt, hogy nem lehet megúszni, ez azt jelenti, hogy ez meghatározza az egész életedet, a gondolkodásmódodat, illúziómentesen jössz a világban, és tulajdonképpen mindig is a láger lakó nézőpontjából szemléled a saját életedet és a környezeted életét is. Ez egy a szakmai körökben nagyon elismert szakmai díjnak számít. Ez fontos, hogy szakmai díj, a teljesítmény kapcsolódik hozzá. Mindig azok a díjak a legfontosabbak, amelyek egy egyértelmű szakmai üzenettel találnak meg bennünket. Azt hiszem, hogy ez történt a kitelepítéssel kapcsolatosan is, és nagyon örülök a díjnak.